Sziasztok! Képzeljétek el, hogy itt vagyunk az edukáció kiállításon, és 3 napon keresztül tájékoztattunk benneteket mindenféle fontos kérdésről, szakokról, kollégiumról, képzésekről, azért, hogy szeptemberben találkozhassunk a Debreceni Egyetemen. Én benne vagyok. Én pedig Kex. És én pedig Dorina, és már én leszek a műsorvezető. Szia, Rebi! Az AIK-hoz az lenne a kérdésünk, hogy melyik a legnépszerűbb szakotok? Szia! Én úgy gondolom, hogy a legnépszerűbb szak az nálunk a jogászképzés, ez egy 5 éves osztatlan képzés. Nagyon fontos kiemelni, hogy ugye változik a felvételi eljárás ebben is, úgyhogy én mindenkit arra buzdítok, hogy böngészze a felvit, illetve a kar honlapját, hiszen rengeteg új változást eszközölt az egyetem. És mennyire van átjárhatóság a szakok között? Nagyon jó az átjárhatóság a szakok között. Igazságügyi igazgatási képzésen, ugye ez egy 3 éves alapképzés. Miután ezt elvégezték, és úgy döntenek, hogy őket érdekli a jogvilág, és jobban beszeretnének tekinteni ebben, van lehetőségük arra, hogy jogászképzésen folytassák tovább a tanulmányaikat 3,5 év alatt, ami azt jelenti, hogy 6,5 év alatt akár 2 diplomát is szerezhetnek. Köszönjük szépen! Szia! Az lenne az AOK-hoz a kérdésünk, hogy igaz-e, hogy tényleg olyan nehéz ez a kar? Szia! Hát figyelj, tényleg vannak követelmények, elvárások, viszont szerintem nem elvégezhetetlen. Nyilván megvannak azok a dolgok, amiket el kell sajátítani, meg kell tanulni, viszont ez egyedül attól függ, hogy mennyire kitartó valaki, mennyire szánjál magát arra, hogy elvégezze ezt az egyetemet. Ha annyira nehéz lenne, akkor nem lenne orvos. Milyen a felépítése ezeknek a szakoknak? Az első 2 év az egy ilyen alapozó év. Ott megtanuljátok, hogyan épül fel az emberi test, milyen élettanya van, biokémiája, stb. A 3. év az egy ilyen preklinikai év, ott megtanuljátok, hogy milyen elváltozások lehetnek, patológia, mikrobiológia, stb. És akkor a 4., 5., 6. éven pedig jönnek a gyakorlatok, ortopédia, kardiológia, sebészet, stb. És akkor szépen ez alatt a 6 év alatt látod, hogy te milyen orvos lennél, és mi az, ami legjobban hozzád passzol. Szia, halló! Nálatok melyik a leggyakrabban választott szak? Hát a leggyakrabban választott 2 szakot mondanék inkább. Az egyik mindenképpen a pszichológia, a másikat pedig a kommunikáció média tudományt mondanám. A pszichológia valószínűleg azért lehet ilyen népszerű, mert elég sokrétű elhelyezkedés lehetőségeket kínál. A kommunikáció média tudomány pedig valószínűleg annak tudható be, hogy social media és a marketingnek, az online marketing, digitális marketingnek a térnyerése igazából vonza leendő hallgatókat. És igaz-e, hogy extrovertáltak a BTK? Hallgató. Hát elég sokan vagyunk, úgyhogy mindenféle ember megfordul a BTK-n. A alapjáraton szerintem így a bölcsész mentalitás az az, hogy extrovertáltak vagyunk, nagyon szeretünk beszélni. Hát azt mondanám, hogy többségében igen. Nem elmehet? Szia, Vanda! Az lenne hozzád a kérdésem, hogy csak Debrecenbe lehet az ETK-n tanulni? Nem, szerencsére nálunk 3 kitelepülési helyünk is van, nem csak Debrecenbe, hanem Szolnokon és Nyíregyházán is lehet egészségtudományi karon tanulni, és Debrecenbe van a főközpont természetesen, ott gyógytornát, dietetikát és népegészségügyi ellenőr szakra lehet jelentkezni, Szolnokon és Nyíregyházán pedig vegyítve lehet védőnőnek, ápolónőnek, mentőtisztnek, gyógytornásznak és dietetikusnak tanulni. Emellett pedig Debrecenben most fog indulni 2 új szakunk, a szociális munka alapszak, illetve az egészségügyi szervező. És milyen sportolási lehetőségek vannak? Szerencsére Debrecenben nagyon sokféle sport közül lehet választani, de szeretném kiemelni azt, hogy nálunk vannak külön medikus csapatok, akik a medikus kupára készülnek, aminek az idén mi leszünk a szervezői. Szia, Marci! Az lenne hozzád a kérdésem, hogy miért ilyen népszerű a fogorvostudományi kar? Szia! Igazából azt tudom mondani így már végzősként, hogy a legfontosabb, illetve a legkiemelkedőbb pontja ennek az egésznek az a gyakorlatiasság és az, hogy folyamatosan a manualitás fejlesztésére figyelnek az oktatók, mindig a legújabb technikák, illetve legújabb módszerekkel tudják a tudást átadni számunkra. És milyen új képzéseitek vannak? Pont most szeptembertől fog indulni egy teljesen új szakunk, ami korábban eddig nem volt, így, hogy ez a tudományág folyamatosan fejlődik és modernizálódik, így most el fog indulni egy digitális fogászati tervezés szakunk, ahol a 3D nyomtatás, illetve teljesen a digitális szoftveres módszerekkel tudják a hallgatók a fogpótlásokat megtervezni majd. Szia, Kira! Az lenne hozzád a kérdésem, hogy mennyire jellemző a túljelentkezés a GTK-n? Jelenleg a gazdálkodási és menedzsment szakunk a legnépszerűbb. Több mint 14 ezer ember jelentkezik évente erre a szakra. Ez követi utána a kereskedelem és marketing és a pénzügyi számvitel is nagyon népszerű nálunk. És a GTK-n milyen hagyományok vannak?
A leghíresebb hagyományunk az a felezés és a sergulás. A felezés a tanulmányaik felénél jön el a hallgatóknak, amikor megünnepeljük, hogy már csak a másik fele van hátra a diplomához. A sergulás az pedig a tanulmányaik végén, amikor lediplomáznak, leállamvizsgáznak a hallgatók, akkor egy hetes programsorozattal megünnepeljük azt, hogy a tanulmányaikat befejezték, és a végén egy felvonulással zárjuk ezt a rendezvényt. Milyen a JJK-n a kampuszon az élet? A hallgatói élet a JJK-n nagyon színes, mivel nagyon családias a kar, hiszen mindenki közvetlen, mindenki ismer mindenkit, rengeteg rendezvényünk van, ezek közül a legnagyobb a kari napok, ahol tavaly Szecsei, Jamina és Kocsis Janika is fellépett, illetve ezt nagyon szeretik a hallgatók, mert az oktatókkal együtt közösen fűzhetnek, ez nagyon oldja a hangulatot. Mindenki óvónő szeretne lenni? Nem, a karunkon többféle képzés megtalálható, van a gyógypedagógia, a szociálpedagógia, a romológia, csecsemő és kisgyermeknevelő és óvodapedagógia, ami szeptembertől angol nyelvű képzésen is indul. Szia Veru, a JTK-tól az lenne a kérdésünk, hogy miért pont a Debreceni Egyetem, miért jobb, mint más egyetemek? Szerintem azért jobb a Debreceni Egyetem gyógyszerésztudományi kar, mivel ez egy rendkívül kicsi kar, ezért nagyon családias, az oktatók is hallgatóbarátok, és mindenféleképpen azon vannak, hogy ha van egy probléma, akkor a lehető legjobb megoldást nyújtsák a hallgató számára. Továbbá most zárult le az új épületnek a projektje. Ezt is nagyon tudom ajánlani, mivel ez egy olyan épület lesz, ahol nem csak a kutatásra, illetve az oktatásra fókuszálnak, hanem egy pilot gyógyszergyár is lesz egyben, ahol először ilyen étrendkiegészítőket fogunk gyártani, de a későbbiekben terve van törzskönyvezett gyógyszerek gyártása is. Aki a JTK-n végez, az hogy tud majd elhelyezkedni? Hatalmas tépít az, hogy a gyógyszerészek csak közforgalmú gyógyszertárakban, patikákban tudnak elhelyezkedni. Egyre népszerűbb hazánkban is a klinikai gyógyszerészet, ami arra fókuszál, hogy a betegeknek minél személyre szabott ellátást tudjanak nyújtani. Továbbá a gyárakban is szükség van gyógyszerészekre, rengeteg gyógyszergyár van, illetve gyógyszergyártó cég is. Továbbá orvoslátogatóként is el lehet helyezkedni, illetve a kozmetikai ipar is igényel gyógyszerészeket. Szia Bori, az lenne hozzád a kérdésünk, hogy miben különbözik a ti informatikai képzésetek más egyetemékhez képest? A többi egyetemhez képest a mi képzésünkön nincsen szakosodás, ez azzal az előnnyel jár, hogy ha 2 év után megunod azt a területet, ahol dolgozol, válthatsz, mivel nálunk megkapod az alaptudást az összes ilyen területhez. Valójában introvertáltak az IK-sok? Hát bármelyik buliban elmész, biztos, hogy találkozol IK-ssal. Köszönjük szépen! Szia Gabó! A mégtől az lenne a kérdésünk, hogy természetvédelmi mérnökként mit tudsz tenni, hogyha felborul egy olajszállító hajó? Igazából a legegyszerűbb lépés az, hogy a homokot szórunk rá, és megoldódik a problémánk. És igaz-e, hogy a Böszörményi UTI kampuszon csirkék szaladgálnak? Igen, ez igaz. Nagyjából van egy ilyen 30-40 darab csirkénk, de három fővezérünk van, Erzsike, Manci és Kati. Szia Berecki, az lenne hozzád a kérdésem, hogy melyik az a rendezvény, amit a legjobban várnak a hallgatók mindenfél évben? Mindenfél évben várható a legnagyobb esemény a műszaki kar életében, a sörsátor, amire az összes karról érkeznek a hallgatók. Nagyjából egy ilyen 3000 fővel operálunk naponta. Délutánonként rendezvényeink vannak, főzőverseny, sörpong, kocsmasportok, esténként meg jön a jól bevált buli, amikor az első nap például mulatóssal szoktunk menni, utána DJ-zünk, de pedig egy ilyen kis mainstream vonalba elmegyünk. És milyen segítséget kapnak a hallgatók a hökösöktől? A hallgatók tőlünk a höktől kapják a mentorcsoportunkat, mint segítség. Ez a mentorcsapat abból áll, hogy vannak szakos felsőbbéves hallgatóink, akik azért vannak, hogy amikor elakadnak a tárgyakkal, a tanulással, vagy csak az egyetemi rendszerben nem tudnak még kiigazodni, akkor őket tudják keresni, és segítséget kapnak tőlük. Szia Sanyi, az lenne hozzád a kérdésem, hogy aki szereti a biológiát és a matekot, az milyen szakot válasszon a TT-ken? Szia Dorina, nagyon jó a kérdés, igazándiból a legalkalmasabb szak, amiben mind a kettő tantárgy megtalálható, ez nálunk a biomérnök, hiszen ugye ebben bizonyos százalékban biológia is, illetve ugye a maradék százalékban pedig matematika, illetve fizika kiegészülve egy nagyon pici kémiával is megtalálható. Melyik a kedvenc állatotok a TT-ken? Hát figyelj, nekem a tőkésréce a kedvenc állatom. És hogy hívják? Robikának hívják.
Szia Daruka, az lenne hozzád a kérdésem, hogy a Könnyűzene Intézeten belül milyen szakok vannak? Ugye most indult ez a képzés, kezdetben még 8 szakkal indult, de ez természetesen bővítve lesz. Ebből is a legnépszerűbb az ének, a könnyűzene ének szakirány, de ezek mellett még lehet ütőhangszer tanulni, lehet billentyűt, valamint gitárt, basszusgitárt. Melyik a legnépszerűbb rendezvényetek? Legnépszerűbb rendezvényem szerintem egyértelműen az éjféli koncert, ugyanis ez a legnagyobb volumenű rendezvénye az EK-n. A tavasszal szokott lenni mostanság, a Liszteremben hagyományszerűen most lesz majd 48. alkalommal. Mindig egy nagy fellépőt hívunk ilyenkor, humorista is szokott lenni, valamint éjfél után, amikor megszólal a 12 gongütés, elkezdődik a hallgatói önkormányzat produkciója, ami mindig egy poénos, vicces műsor szokott lenni. Szia Robi, milyen nehéz bekerülni a Debreceni Egyetem kollégiaiba? Kollégiumban elsősorban, amikor felvételt nyert a hallgató, akkor először a szociális alapon tud bekerülni a kollégiumban, minden évben újra kell jelentkezni, és másodévtől már tud tanulmányi átlaggal vagy alapon is bekerülni a kollégiumba. Hogyha első jelentkezésre nem sikerült, akkor méltányosságit kell beadni, és várólistára kerül, ami szeptember végén és október elején derül ki, és onnan is nagyon sok embert vesznek még fel a kollégiumba. És milyen a kollis közösség? Szerintem nagyon jó, mindegyik kollégiumnak van egy bizottsága, én is a Kossuth Lajos kollégiumnak a bizottságának operatív tagja vagyok, mindig színesítjük majdnem minden hónapban egy-két, akár három programmal is, például ilyenekkel, hogy pókerest, sörpong bajnokság, csocsó bajnokság, és akár egymás ellen is versenghetnek a kollégiumi bizottságok, vagy akár a kollégiumi hallgatók. Szia, de az lenne hozzád a kérdésem, hogy mióta jársz a Debreceni Egyetemre? És mit üzennél a felvételizőknek? Köszönjük szépen! Ez volt az Idejárunk Extra. Kövessetek minket TikTokon, Instán és Facebookon, és találkozunk a következő részben.